Bulgária és Észak-Macedónia évek óta harcban állnak egymással. Leginkább történelmi, nyelvi és identitásbeli kérdésekről folyik a vita a két ország között. Ezek a feszültségek nemrég Albániára is átterjedtek. Egy délkelet-albániai közösség tagjai azt állítják, hogy Bulgária a tavalyi népszámláláson arra próbálta rávenni az etnikai macedónokat, hogy etnikai bolgároknak vallják magukat. Uniós útlevélért és az azzal járó uniós előjogokért cserébe. Licsenasz, vagy ahogy a macedónok hívják, Pusztesz lakói épp bevásárolnak. Etnikai hovatartozásáról nem mindenki beszél itt szívesen. Itt élek Albániában, de macedón vagyok. Pusztesz a Prespató partján fekszik Albánia délkeleti részén. Főként macedónok lakják, akik 1945 óta hivatalos etnikai kisebbségként élnek itt. Az ugyanitt élő bolgár kisebbséget csak 2017-ben ismerték el a hatóságok. Albánia 2023-as népszámlálása rendkívül érzékeny téma volt a faluban. Bulgária és Észak-Macedónia régóta vitában állnak egymással nyelvi, történelmi, identitásbeli és kisebbségi kérdésekben. Ez nem csak a két ország közötti kapcsolatokban vezetett feszültséghez, de itt, Albániában is. A helyiek szerint Bulgária megpróbálta rávenni a macedón kisebbség tagjait, hogy a 2023-as népszámláláson bolgár nemzetiségűnek vallják magukat. A hatóságok azonban tagadják ezt. Ha kaptunk volna panaszokat a helyiektől, természetesen feljelentést tettünk volna. De még most is van rá lehetőség, ha valaki szeretné ezt megtenni. Kérhetik a jogi intézmények segítségét. Az elmúlt években Bulgária rendszeresen adott ki útleveleket az Albániában élő macedón kisebbség tagjainak, amit ők szívesen fogadtak, hiszen Bulgária Albániában ellentétben uniós tagállam. Vagyis az útlevéllel szabadon utazhatnak és dolgozhatnak az EU-ban. Pusztesben sok a bolgár rendszámú autó is, de egy sofőr sem állt meg nekünk. Kérdezhetek valamit a... Nem beszélhetek. A tiranai bolgár nagykövetség a Deutsche Wellének azt mondta, hogy indokolatlan kampány folyik a bolgár nemzeti kisebbség és a bolgár állam ellen a magukat macedónnak valló albán állampolgárok szervezetei, valamint számos észak-macedóniai média és közéleti személyiség részéről. Maria Deutsche szociológus az albániai macedón kisebbségről írta doktori disszertációját a 2011 és 2017 közötti időszakban, közvetlenül azelőtt, hogy a kormány hivatalosan is elismerte volna a bolgár kisebbséget. Abban az időszakban egyáltalán nem volt nyoma a konfliktusnak vagy a bolgár követeléseknek ezen a területen. A helyi lakosság macedónnak vallotta magát és macedón nyelven beszélt. Mindenki más pedig úgy hivatkozott erre a kisebbségre, ahogyan hagyományosan mindig, mint a Korcse megyei macedón etnikai kisebbségre. Hogy Pusztesz lakossága végül macedónnak vagy bolgárnak vallotta-e magát a 2023-as népszámláláson, még nem derült ki. Az eredményeket csak június végén közli az Albán Statisztikai Intézet.